Az utóbbi időben több olyan beszélgetésben vehettem részt, amikor is egyes emberek ki és be és megmagyarázták, hogy a mai világban nem lehet úgy élni, hogy a felnövekvő gyermekeket megóvjuk és elzárjuk, vagy hogy nem engedjük bele a világi dolgokba, hisz akkor rögtön kiközösítik, lenézik, kigúnyolják, megvetik a különféle közösségekben. Tehát egymást úgymond megnyugtatták szülők és nagyszülők, hogy hát nincs mit tenni, ilyen a világ, engedni kell a gyermekeket társaságba, ilyen-olyan bulikba, mert ha nem, akkor ugye még rosszabbat teszünk, mert magányosok lesznek, depressziósok, meg hogy ha tiltod, akkor még rosszabb lesz, és ilyenek. Hát én jó pár ilyen alkalommal a gyerekeimet hoztam fel példának, hogy ők nem járnak bulikba, bárokba, esténként nem csatangolnak a barátokkal, és mégis jól vannak, vidámak, örülnek mindennek, állatnak, fűnek, virágnak, pedig már ők is ugye 10 évesek, tehát úgymond abban a korban vannak, amikor a világ csábításai erőteljesebben kezdenek hatni, és fontosabbakká válnak a barátok, meg a világi szórakozás. Legalábbis ugye ez a trend, ilyen a világ, és ezt kell elfogadni. Így érveltek a többiek. És Isten kegyelméből azt is felhozhattam több embernek, hogy ha már magunkat keresztényeknek, vagyis Krisztus követőknek tartjuk, akkor nem a világhoz kellene igazodjunk, hanem az ő szavához. Aki azt mondta 2000 évvel ezelőtt, és ez ma is így van, hogy gyűlöl majd titeket a világ a nevemért, megvetettek lesztek, üldözöttek, lenézettek, hát akkor inkább hadd legyünk kiközösítettek a világból, mint hogy a világ által való elfogadás, a világgal való azonosulás miatt megtagadjuk Jézus Krisztust. Hisz ő nem változott meg a mai világ kedvéért. Nem mondja azt, hogy jól van, na akkor, mivel valóban nehéz a mai gyerekeknek, hát akkor nyugodtan menjetek a világba szórakozni, úgysem lesz semmiféle rossz következménye. Hát jobb lenne vigyázzunk, mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, és alig várja, hogy a tiszta lelkű, jóhiszemű gyermekeket is bekebelezze, belerántsa a feneketlen szakadékba. Jézus Krisztus értünk mondta, hogy óvakodjunk a világtól, annak csábításaitól. Nem azért, hogy megfossza a felnövekvő gyermekeket egy jó kis bulitól, egy-két szórakozást nyújtó alkalomtól, stb. Na de a lényeg az, hogy néha én is elgondolkozom, hogy valóban ilyen romlott a világ, hogy azon fiatalok számára, akik tiszta szívű gyermekek szeretnének maradni, valóban nincs társaság, nem találhatnak barátokat, akik szintén ismerik és keresik Jézust, akik felismerik a csábítást és meg tudnak állni a kísértésben. És a napokban az egyik reggel a kislányom elmondta, hogy mit álmodott. Rövid, tömör, beszédes álmot kapott, és így volt az álom. Valaki hozott nekünk egy szép, kerek, frissen illatozó kenyeret, ami nagyon kívánatos volt, és el is tűrtük rögtön, hogy még így frissen elfogyasszuk. És ahogy eltűrtük a kenyeret, azt láthattuk, hogy egy puha héjú tojás volt benne. Ő egyből arra gondolt, hogy ez olyan, mint egy kígyó tojás. És valóban az volt, mert kis időn múlva ki is jött belőle a kis kígyó. Ennyi volt az álom, és vagy 2 napig úgy forgattam magamban, de konkrétan nem értettem. Vagyis a mondani való az átjött, csak nem tudtam asszociálni egy élethelyzetünkhöz sem, amiért most aktuális lehetne ez az üzenet Istentől. De nem sokra rá, talán 1-2 nap múlva szembe jött velünk egy hirdetés, felhívás, féleség, egy bizonyos keresztény ifjúsági közösség fiatalokat vár önkénteskedni, ismerkedni, beszélgetni, így szólt a felhívás. És gondoltam,
hogy egy kicsit jobban megnézegetjük az oldalukat, meg amit találunk róluk, hisz még úgy örültem is magamban, meg a gyerekek is lelkesek voltak, hogy na, egy ilyen helyre szívesen járnának, meg egy ilyen jellegű csoporthoz örömmel tartoznának. Hát az elején valóban úgy tűnt, hogy ez egy igazi, friss, finom, ízletes kenyérnek ígérkezik. Akkor még nem kapcsoltam az álomhoz ezt a dolgot, eszembe sem jutott. Hisz, amint mondottam, elsőre nagyon is pont úgy hangzott, ahogy a gyerekeim is szeretnének élni. Hisz az volt az alapmotto, így is nevezhetném, hogy olyan fiatalok csoportosulása, akik Jézus Krisztust követik mindenben, az ő tanítványai akarnak lenni az életükkel, és az ő országát akarják megismertetni és terjeszteni a fiatalok között. És az volt leírva, hogy teljesen önkéntes munkákon alapszik a működésük, nincs kötve semmilyen vallási felekezethez a jelentkezés, bibliaórák, különféle missziós tevékenységek, fiatalok fiatalokért, ilyen jól hangzó dolgokból adódik össze a működésük. Igen ám, de mire jó ugye a Google, a YouTube, ezek a mindent tudó, mindent látó oldalak, hát egy kis keresés után olyan dolgok kerültek elő a világhálóról ezzel a csoporttal kapcsolatban, ami már startból teljesen ellene mondott az alapmottónak, vagyis annak, hogy csak is és kizárólag Jézust követő elvek szerint működnek. Mert előbukkantak a háttér dolgok. A hierarchia, hogy elnök, alelnök, titkár, pénztár, tagok, önkéntesek, stb., meg hogy a pénz a működéshez meg a világi engedélyek az egyik úgynevezett történelmi egyház vezetőségének köszönhető, és találtunk különféle videókat is, ilyen-olyan alkalmakról, amikor is banketteken, bálokon gyűltek össze, keresztény énekeket énekeltek, de a luxus pazarul berendezett termekben, pezsgő kaviár, meg mindenféle, ami szemszájnak ingere, meg smink, műköröm, mély dekoltázsok, máshol meg a vallásos tevékenységekről, a világba való beilleszkedésről, meg az egészségbiztosítás fontosságáról tartott konferenciákba lehetett belepillantani. Hát igen, ahogy eltörtük a kívánatos kenyeret, meglátszott a kígyó tojás. És ki is jön belőle a kis kígyó, ami ugye aztán növekedésnek indul. Hát röviden ennyit arról, hogy talál-e a ma felnővő gyermek, fiatal, a világban, a környezetünkben barátokat, Krisztus követő társaságot. Mert Jézus szava mind igaz. Ez a nép a szájával tisztel engem, de cselekedete és szíve távol van tőlem. Óvakodjatok azoktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok. Hát így mutatta meg nekünk Jézus az álom értelmét, és azt is, hogy ne akarjunk tartozni senkihez és semmihez, egyedül csak ő hozzá. És ad ő lelki békét és örömöt eleget. Nem kell mások társasága, hisz ha a lélek szabad, akkor olyan, mint a szél, fúj, ahová akar. Hála és dicsőség Istennek, hogy nem enged meg világi dolgokat, és mindig visszaterelget a keskeny útra, ha mi kíváncsiskodó juhai elbóklásznánk, hogy el ne vesszünk, hanem megmaradjunk vele örökre.